Január 14-én nyílt meg a Művészetek Háza konferencia termében Vörös Eszter Anna Odaát című kiállítása. A megnyitó igazi összművészeti eseményé változott, hiszen a művésznő meghívta a Gödöllő Táncegyüttes és a Gödöllő Táncszínház tagjait, hogy a képek ihlette hangulatban egy-egy koreográfiával járuljanak hozzá a művészeti élményhez. A megnyitó alkalmából Gémesi György mondott köszöntőt, melyben kiemelte, az autodidakta művészet kényszeres szakmai irányzatoktól mentes elemi erejét. Nem ezt tanulta, nem járt ilyen iskolába, nem voltak nagy mesterei, és pontosan ez a talán az egyik nagy üzenete a mai kiállításnak, hogy nem változtatták meg a belsőjét különféle szakmai szabályok, hanem azt rajzolta le, és azt üzeni a képeink keresztül, amit gondol. És amit gondol a képeink keresztül, az pedig engem jó érzéssel tölt el. Vörös Eszter Anna beszédében a kiállítás témáját adó Odaát fogalmáról elmondta, hogy a művészek különleges felelőssége a mindennapi életen túli világ rejtélyeinek megfogalmazása. Az Odaát, noha lehet, hogy sötét gondolatai támadnak az embernek a túlvilágról, illetve más dimenziókról, ez mindennapi értelemben is egy olyan kifejezés, ami úgy gondolom, hogy elég jól összefoglalja azt, amit én a képeimmel szeretnék elérni, illetve úgy gondolom, hogy minden előadó művészre, bármilyen művészeti ágban ez jellemző, hiszen az Odaát egyfajta mentális hely, egyfajta mentális dimenzió, ahova egyrészt maga az alkotó is el tud vonulni az alkotás folyamatában, illetve ez az a hely, ahova a közönségünket is magunkkal tudjuk vinni, illetve magunkkal vonzani. És úgy gondolom, hogy nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy ez az Odaát, ez merre található, és mégis milyen helyez. És úgy gondolom, hogy kötelességünk, hogy jó irányba vonzzuk magunkkal a közönségünket. Főleg akkor, amikor sötét idők vannak, és a legsötétebb időkben kell a legfényesebben ragyognunk. Az eseményen felolvasták a Gödöllői Irodalmi Kerekasztal tagjainak 13 versét, melyek a képek ihletésére születtek, és a kiállításon is megtalálhatóak. Braun Katalin, Csend erdeje. A nap melege szerelmet ígér, a hold titkokat mesél. A csillagok körül ölelnek, de mi egyedül maradtunk. Vágyainkat csendben elrejtve álmodunk egy világot, ahol egyszer egymásra találhatunk. Eszter képei nem csak a messzi Tennessee-ben láthatóak, de január 28-áig a Művészetek Háza konferencia termében is megtekinthetik őket az érdeklődők.